Hát egész nyugodtan, bátran lehet simogatni. Jaj, de aranyos vagy, nagyon szép vagy. És akkor ő a szibériai keringő. Igen. Nagyon aranyos, nagyon szép. Tiszavasváriban a Találkozások házában jártunk, ahol galamb és díszbaromfi kiállításra várták az érdeklődőket. Megpróbáltuk azt megcsinálni, hogy először is magyar fajtákat, a magyar óriást, ami majd kezdődik ott az egyes sorszámúval, aztán debreceni pergők, szolnoki bagdetta, ceglédi keringő, monori keringő, hát ő már kaukázusi, tehát ez már innentől kezdve, az már román kopasznak. De lényegében azt igyekeztünk, hogy minél több fajtát tudjunk bemutatni. Ez már súlyra lényegesen másabb. Uh-huh. Meg sokkal nagyobb. Meg lehet érezni rajta, hogy fejlettek, tehát súlya. Nagyon aranyos. Inkább kettelésből vannak tartva, illetve haszonként. Mert ugye ezeknek gazdasági haszna is van ezeknek a nagytestű galamboknak. Mert aki úgy van vele, hogy szereti nézegetni is, illetve a hasát is szereti, akkor ezeknek a szaporulatából tud levágni, aminek nagyon finom levese van, illetve utána, hogyha kis zöldséges tojással megtöltik, megsütik, akkor finom ételként is szolgál. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni! Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat!